Ugyan mégis ki ne akarna kijutni a VB-re? Hát 1969-ben El Salvador és Honduras egy picit túlzásba vitte ezt a dolgot. A francia válogatott nem kapott még gólt ezen az olimpián. Részben emiatt tört ki egy háború, ami ugyancsak 4 napig tartott, de jó nagy szívás volt mégis, úgyhogy nézzük is meg, mi van a foci háború mögött. Honduras kimondhatatlan nevű fővárosában járunk, a dátum június 8. A két ország itt játssza az első tétmeccsét egymás ellen a háromból. A hazai Honduras el is hozta az 1-0-ás vint, de ez nem volt meglepő, hiszen a helyi szurkolók egész éjszaka a vendégcsapat hotelje előtt hangoskodtak, hogy le tudják kipihenni magukat. Így szerencsére sétlenek, fáradtak voltak, nem tudtak teljesíteni, hát ki is kaptak. A meccs után mindkét csapat szurkolói elkezdtek balhézni a stadionban, és ez túlment holmi egyszerű anyázáson, tömegverekedést lett, ami aztán kiment az utcára is. Egy 18 éves El Salvadori lány életét vesztette, szíven lőtte magát, állítólag a tévé előtt nézte a meccset, és amikor kikaptak, akkor történt, de hogyha engem kérdeztek, ez a történet egy picit sántít. Ebből később még jó nagy probléma lett, mert politikai üzenetet csináltak belőle, a salvadori elnök mártírnak nyilvánította a lányt, és az állami tévé közvetítette a temetését. Hát igen, ez azért egy elég egyértelmű üzenet, hogy Honduras bizony elmehet a picsába. A második meccs pedig a másik csapatnál El Salvadorban volt, hasonló hoteles taktikát alkalmaztak a helyiek. Amikor a zászló felvonás volt, akkor a hondurászi zászló helyett egy koszos rongyot húztak fel a zászlórúdra. You're teasing me! Naughty, naughty! Hát hatalmas meglepetés, de ismét a helyiek nyertek, El Salvador, Honduras 3-0. Most sem volt nyugodtabb a helyzet, sőt, nagyobb volt a gáz. A meccs után hatalmas balhé lett, az egész városban gyújtogatások, lövöldözések és gyilkosságok történtek. Úgyhogy embereink hozták köbő a legbékésebb francia tüntetés szintjét. A vesztes hondurászi csapatnak egy páncélozott buszban kellett hazamennie, és menet közben az edző megdicsérte őket, hogy jó volt gyerekek, ügyes, hogy vesztettetek, mert különben itt döglünk meg. Who's laughing now? Június 27-én volt a harmadik és egyben utolsó meccs a két ország között, ez viszont már Mexikóban volt, és itt El Salvador már megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Hondurásszal, ami sosem egy jó jel. Itt egy nagyon híres bravúros gól történt, 2-2 volt az állás, hosszabbítás volt, és az utolsó másodpercekben El Salvador becsúszással szerzett egy gólt. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. A meccs után másnap egy amerikai újság, a UPI lehozta a címlapon azt, hogy a foci háborút El Salvador nyerte 3-2-re. Valószínűleg innen ered ez a foci háború kifejezés. És a hírek szerint 1700 mexikói rendőr volt a meccsen, ugyanis igen ráfért a nézőkre egy kis szigor. You are fucking, you bloody! Az El Salvadori szurkolók a lelátón azt skandálták, hogy gyilkosok, gyilkosok, gyilkosok. A meccstől számítva a háború 3 héten belül kitört, de mi is volt ez a gyilkosozás? Nos, a helyzet az, hogy itt 1969-ben El Salvadornak nagyjából 3 millió lakosa volt, és az ország nagyját a földbirtokos szűk elit irányította, kevés hely maradt az ilyen szegényebb farmereknek. Hondurasban hasonló volt a helyzet, az oligarchák itt is rátették a kezüket a föld nagy részére, de az országban 700 ezerrel kevesebben, 2 millió 300 ezeren éltek, a területe viszont 5-ször nagyobb volt. Azért az El Salvadoriak sem voltak hülyék, az 1900-as években folyamatosan és tömegesen költöztek át Hondurasban, hogy földet szerezzenek. Ez veszélyes, ez felháborító. Főleg amerikai gyümölcs cégeknek dolgoztak, innen volt a banánimport, innen ered a banánköztársaság, és 1969-re már több mint 300 ezer salvadori élt Hondurasban. Az ezért nem kevés, mert több, mint az ország lakosságának a 10%-a. Tehát azért képzeld el, hogy mész az utcán, és mondjuk minden hetedik ember a szomszéd ország migránsa. Kb. Ilyen érzés lehet osztráknak lenni a magyar határ közelében. A hondurászi farmereknek így bizony újabb ellenfele lett, hiszen már nem csak a saját elitjükkel és az amerikai cégekkel versenyeztek, hanem a migránsokkal is. A hondurászi kormány meg is kezdte az agrárreformot. A hatóságok nem szarakodtak sokat, nem érdekelte őket az elit földje, nem érdekelte őket az amerikai tulajdon, a bevándorlók földjeit vette el. Ugyanis bizony elkezdték a salvadoriakat tömegesen deportálni hazafele. Nem túl barátságos módszerekkel, nagyon gyakran egyszerűen kirángatták őket a házból, majd felgyújtották. Jó esetben kilettek előtte rángatva. Az elnök, aki ezt meglépte, egyébként ez a fazon volt, Oswald
Ronaldo López Arellano. A két országnak volt más baja is egymással, például területi viták szárazföldön és vízen is, sőt komplett szigeteken is marakodtak a Fonseca öbölben. Fidel Sánchez Hernández, akinek ennél latinabb neve nem is lehetne, El Salvadori elnök nem tudott mit kezdeni a hirtelen érkező rengeteg visszatelepítettel, egyszerűen nem tudtak velük mit csinálni otthon, nem fértek el, az ország lakossága pedig követelte a katonai beavatkozást. A helyi újságok pedig nem segítettek a helyzeten, folyamatosan úszító cikkeket hoztak le, gyakran nemi erőszakot és gyilkosságot emlegetve. Amikor a salvadori katonák Honduras földjére léptek július 14-én, a hondurasi határrendészet tüzet nyitott, de elég gyorsan lelettek nullázva. We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is gonna die, bitch. Say goodnight, motherfucker. Eléggé gyorsan haladtak, már a támadás első napjának a végére 8 kilométert haladtak a főváros fele, és a negyedik napon már terítéken is volt az alig 100 kilométerre a határtól fekvő Tegucigalpa. El Salvador annyira elszánt volt, hogy még amerikai veterán katonáknak is fizetett, hogy segítsenek már be nekik egy-két dologban. Az amerikai államok szervezetének diplomáciai beavatkozására volt szükség, és ők tudták felfüggesztetni a harcot. Ez július 18-án történt, de egészen augusztus végéig nem mentek ki a salvadori csapatok Hondurasból, csak akkor, amikor Amerika szankciókkal fenyegette őket, és mi magyarok jól tudjuk, hogy az bizony jól működik. Hivatalos békeszerződés aláírására csak 11 év múlva került sor. Ennek az eseménynek nem csak foci háború a neve, hanem a 100 órás háború is, hiszen 4 napig tartott, tehát nagyjából 100 óráig. Hondurasnak és El Salvadornak is ez volt az első háborúja ever, és a mai napig ez egy hatalmas büszkeség a salvadoriaknak. És így ragadt rá erre az eseményre a poti háború kifejezés, de az igazság az, hogy akkor is kitört volna, hogyha a két csapat egy meccset sem játszik.